Önök a Cikádor magazint látják, én Bence Péter vagyok, köszöntöm nézőinket, mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Az 56-os hősökre emlékeztek, a bátaszéki kádárok emlékezete, Székely Lázár fafaragó kiállítása nyílt meg a művelődési házban. 1956. október 23-án kitört a magyar forradalom. A harcok során és az azt követő időkben is sok áldozatot követelt a szabad akarat. Azokra a hősökre emlékeztek Bátaszéken, akik nem törődtek bele az elnyomásba annak ellenére, hogy tudták, milyen sors vár rájuk, ha elbuknak. Azokat szórták ránk az átkot, közben éltették a pártot, mireg a jeltelek sírokra, sose vihettünk virágot, de most itt vagyunk, emlékeztünk. Mint minden évben, idén is a második Géza gimnázium ünnepi műsorával kezdődött az október 23-ai megemlékezés Bátaszéken, a Petőfi Sándor művelődési házban. Lázdalb alatt nyögött a föld, jászruhába felöltözött, lövés dördül, halál kiszáll, megrémisztés célba talál. Vörös téglás védőbástya ráépül a nép nyakára, börtönökben jaj üvöltött, a falakon átsüvöltött. Megtelt a titkolt parcella, nem mutatta virág, fejfa. Névtelenül és nyomtalan eltűnt a sok dicső magyar. Több százezer útnak indult, lelkében a félelem dúlt. Hátrahagyott hazát, rokont, menekültként lett új otthont. A műsort követően az 56-os forradalom szénatéri ellenálló csoport sofőrjének, az akkor még csak 15 éves Mansfeld Péter tiszteletére felállított kopjafánál koszorúztak a jelenlévők. Mansfeld a pesti srácok egyike volt, a forradalmat követő megtorlások legfiatalabb áldozata lett, akinek legfőbb bűne az volt a hatalom szemében, hogy egy pillanatra sem tört meg. Ezek voltak az utolsó szavai a kivégzése előtt. Ilyen Magyarország, ilyen a haza, szeretlek édesanyám. A holttestet jeltelen tömegsírba hányták, és 1989-ig még a családtagjainak sem engedték, hogy megközelítsék a rendszer által titokban tartott sírhelyet. Ezt követően a Városháza épületéhez vonultak az emlékezők, itt egy mai magyar fiatal gondolatait hallgathatták meg a jelenlévők 56 eseményeiről. Göbül Gabriella végzős egyetemi hallgató mondott ünnepi beszédet. Te, akinek élete mindössze vagy 10 sivár tavasz, hallgatod az iskolai ünnepségen a szavalatokat. Üdv néked, ifjúság! Üdvözlégy, magyar nép! Idézeteket a követelési pontokból. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról, a békeszerződés határozatai alapján. És a beszédekből. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. És még nem érted, mire ez a nagy felhajtás? Miért kell neked, aki akkor még nem is éltél, ünneplőben feszengve megemlékezni olyan dolgokról, amelyek már régen elmúltak? És különben is, mi a megemlékezések, állami ünnepek elévülési ideje? Meddig fogunk megemlékezni még 56-ról is? Ameddig élnek olyanok, akik átélték? Vagy utána még 100, vagy 200, 300 évig? Ahogy telik az idő, és az évek medrében folyik tovább a történelem, benne, mint halak úsznak a fontos és tiszteletre méltó események, amelyekről illene megemlékezni. De egyszer csak a naptár is betelik piros betűs ünnepekkel, nem? Ennyi munkaszüneti nap mellett majd senki sem fog dolgozni? És a gyerekeknek sem kell majd iskolába járniuk? Sokat gondolkodtunk, hogy 56 kapcsán kit szólaltassunk meg, kinek a gondolatait hallgassuk, hiszen az elmúlt években, évtizedekben több szemszögből már hallattunk ünnepi beszédet. Hallattunk olyantól, aki fiatal felnőttként részese volt. Hallhattunk történésztől, hallhattunk civiltől, hallhattunk óvónőtől, de fiatal még sosem szólalt meg ezen az ünnepen. És arra voltunk kíváncsiak, és azt gondolom, hogy Göbli Gabriella tökéletesen tolmácsolta azt, hogy egy 21. századi, nem tudom, ZY, milyen generációs fiatal, hogyan vélekedik 56-ról.
mi ragad meg benne iskolai tanulmányaiból? Hogyan látja gyakorlatilag, és hogyan vélekedik erről az eseményről 21 néhány évesen? És azt gondolom, hogy ő tökéletesen tolmácsolta a mai fiataloknak a gondolatát 56 eseményei kapcsán, és talán utat is mutatott a fiatalok számára, hogy ez a naptárban nem csak egy piros betűs ünnep, sokkal komolyabb dolog ennél. Hiszen ez az időszak egy nemzetnek és az akkori nemzedéknek egy sorsfordító, szívszorító időszaka volt. A pedagógusnak tanuló végzős egyetemistát váratlanul érte a felkérés. Gimnáziumban vettem részt versmondó versenyen, és azt hittem, hogy most is valami ilyesmiről lesz szó, hogy valamit el kell szavalni valahol, hogy biztos valami versmondás szavalat lesz. És amikor mondta, hogy hát beszéd, hú, akkor kicsit megijedtem, mert hogy beszédet még soha sehol nem mondtam, és ráadásul nekem is kéne írni, hát azt sem tudom, hogy hogy néz ki egy ilyen beszéd, meg hogy szokták az ilyeneket csinálni, meg különben is ki vagyok én ahhoz, hogy beszédet mondjak meg, hogy ilyen nagy embereket szokták fölkérni ilyesmikre. Úgyhogy eléggé kihívásnak éltem meg a feladatot. A felnőtteket szólítottam meg azzal kapcsolatban, hogy próbáljanak odafigyelni rá, hogy vajon a gyerekek mennyit értenek ebből, és hogy, hogy igen, hogy milyen érzelmeik vannak az ilyen megemlékezések, ünnepek kapcsán. Mert hogy a saját tapasztalatom szerint is viszonylag kevés, tehát hogy én is gyerekkoromban, meg nyilván gyerekként nem nagyon fogja fel az ember, hogy miket is ünneplünk, meg mire emlékezünk meg, de hogy később meg el kell érni egy adott érettségi szintre, amikor már az ember úgy fölfogja, és azért szerintem sokaknál még felnőtt korban is, vagy elég későn jön el az a pont, és igazából őszintén szólva nálam is ez egy elég vízválasztó dolog volt most, hogy fölkértek beszédet mondani, és tényleg el kellett gondolkoznom azon, hogy miről is szól ez az egész október 23. És aki meg nem kerül ilyen szituációba, hogy rá van úgymond kényszerítve, hogy ténylegesen elgondolkodjon rajta, az nem biztos, hogy elfog valaha is. Még hogyha részt vesz minden évben egy ünnepségen, akkor se biztos, hogy le tud magának szűrni olyan gondolatokat, amiket tényleg tovább tud vinni az életébe, mert hogy szerintem az lenne a lényege tényleg, hogy az értelmét leszűrjük magunknak, és aztán vigyük tovább, és a hétköznapjainkba is akár eszünkbe jusson egy-egy szituációba, ilyen kis megerősítési pontként. És elgondolkodj legalább 10 másodpercig, hogy mit is tanított számodra az a bizonyos pesti srác. Két dolog, amire próbáltam kihegyezni a mondani valót, az egyik az, hogy tényleg merjünk kiállni a gondolataink mellett, meg ne hagyjuk magunkat akár a többség által elnyomni, és a reformainkat próbáljuk átültetni, véghez vinni. A másik meg az, hogy tényleg ők is, az 56-os fiatalok is, hogy együtt voltak erősek, meg együtt cselekedtek, és hogy ameddig mindenki csak így magába, nem tudom, fortyog, hogy ez nem jó, az nem jó, meg ezen lehetne változtatni, így kéne változtatni, úgy változtatni, akkor így nem lesz az egészből semmi, mert tényleg kell egy lökés, hogy összefogjunk, és mindenki, ha együtt kiáll egy ügy mellett, akkor lehet belőle valami, mint 56-ban. 33 évvel a rendszerváltás után sosem gondoltam volna, hogy ekkora aktualitása van 56-nak. Sosem gondoltam volna 89 után, hogy párt központból irányított kormánypropaganda alapján kell gondolkodni ismét Magyarországon. Sosem gondoltam volna, hogy nagyhatalmak fogják meghatározni, hogy hogyan lássuk és hogyan vélekedjünk a világról. Azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok időszaka és az elmúlt hónapok eseményei megint arra engednek következtetni, hogy igen, 56-ról úgy kell gondolkodnunk, hogy egy nemzetnek, az egyszerű, névtelen embereknek kell összefogni annak érdekében, hogy talán visszatévedjünk, vagy visszataláljunk, jobban mondva, visszataláljunk arra az útra, amit 1956-ban az akkori magyarok gondoltak. Bibó Istvánnak van egy nagyon nagy mondása, és azt gondolom, 56 kapcsán szinte mindenkinek ez jut eszébe. A szabadság ott kezdődik, amikor véget ér a félelem. Te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz, téged, ki ezt a drága élted hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön, nem felejtünk el soha. Amíg szól a dal, a bátorszéki iparosok között jelentős számban voltak a kádárok. Az egykori szövetkezet olyan híres volt, hogy számos nagy borászat innen rendelte a hordókat, de gyártottak ládákat, fajátékokat és talicskát is. Ma már csak alig néhányan maradtak meg a szakmának, ők azonban őrzik és szívesen tanítanák a mesterség fogásait. A bátorszéki kádár Kft.-től halva sokak szíve megdobban, mert az 1960-70-es években több családból dolgoztak ott szülők, nagyszülők, volt, hogy egy teljes család is. 70 éve, 1952. szeptember 2-án alakult az akkori néven Bátorszéki Kádár Kisipari Termelőszövetkezet 10 fővel. Alapítója Beck András volt, aki egy egyszerű sváb családban született. Olvasható abban a tanulmányban, melyet Heringes Lászlóné készített, kutatva a bátorszéki kádárság történetét. Kádár munka szeretetét András bácsi édesapjától szerezte, ugyanis már kisgyermekként, mivel édesapja is kádárként dolgozott, mellette nőtt föl, és szakmai tapasztalatát mellette szerezte meg. Elsőként Bátaszéken a Budai utca 78 szám alatt dolgozott, még akkor a szövetkezet megalakítása előtt eldöntötte azt, hogy másoknak is próbál munkát szerezni, eldöntötte, hogy megalakítja ezt a szövetkezetet. Kádár és faipari szövetkezet néven üzemeltek, profiljuk hordók, főleg ászokhordók készítésén túl a különféle kádáripari termékek voltak. Amikor a hordókra nem volt megfelelő a kereslet, talicska, gyerekzsámoly, ládák készítésére is sor került, melyre külföldön is nagy volt a kereslet. Srott Ádám abban az időben került a faiparihoz. A ma már idős kádár szép emlékeket őriz abból az időben. Az épület maga az valamikor a Magyar Körnek hívták, tehát volt egy ilyen egyesület, hogy Magyar Kör, és hát ugye abban az időben, amikor az 50-es években minden egyesületet megfosztottak minden vagyonától, hát akkor odaadták a Kádár Szövetkezetnek. És... tehát akkor kezdtem én a szakmát. Úgy lettem én kádár, hogy a nagyapám is kádár volt. És hát attól nyilván abból az indítatásból lettem én is kádár. Nem bántam meg soha életemben, még a mai napig is szívesen csinálok bármit, csinálok is, ha van rá igény, és én szerettem a szakmát. Magát, a szövetkezetet is szerettem, mert egy tisztességes kádár mesterekből alakult csoportosulás volt. Mindegyik tisztes, becsületes, szorgalmas emberek voltak, és hát 10 voltak akkor, amikor a szövetkezet megalakult. Azt hiszem az szabály volt akkor, hogy 10 főnek össze kell állni, és akkor lehet egy szövetkezetet alakítani. Abban az időben, amikor fénykorát éltem, mondjuk a kádár műhelyről beszélek, a kádár szakma fénykorát élte, akkor olyan 25-30 szakember dolgozott ott, szakember. Amellett voltak ugye betanított munkások, segédmunkások is. Tehát komoly üzem volt a Kádár Szövetkezet. Én mindig büszke voltam arra, hogy ennek a tagja lehetek. Akkor már ugye tag voltam, mert 3 évig voltam inas, és akkor segéd lettem, ott dolgoztam, 17 évig voltam a Kádár Szövetkezetnek a tagja. Tehát komoly munka folyt, itt mindenféle kádáripari termékeket csináltunk fából, mert ugye valamikor a kádárnak nagyon sok háztartási eszközt kellett csinálni, borászati eszközt. A kádár szakma és a kádár termékek iránti kereslet az egyre kevesebb. Ma már azt lehet mondani, hogy nincs is olyan, mint a kosárfonás. Nem kell kosár és nem kell hordó. Mindenütt a műanyag és ezek a rozsdamentes edények, ezek kiszorították a fából készült edényeket a borászatból, meg a lakosság köréből is, mert senki nem savanyít már káposztát például, nem kell vajat köpülni, meg hát na, sok minden. Volt valamikor, amit ma már nem használnak, mert készen meg lehet kapni a vajat, nem kell köpülni, a savanyú káposztát is készen meg lehet kapni, minden van,
nem kell a Kádár. Aki megmaradt, ők mindent megtesznek a szakma fenntartása érdekében. Várda Tibor, a másik Bátaszéki Kádár nem oly rég találkozót szervezett a megmaradtaknak, ahol a téma a szakma megmentése volt. Nincsen szakmunkás. Tehát a környékben jóformán nagyon nehéz találni szakembert, illetve nem is lehet. Próbálunk ezen változtatni, próbálunk betanítani embereket, amit hát egyre nehezebb ugye találni hozzá megfelelő kollégákat. A Kádár találkozó egy régi nagy álmom volt, hogy összetudjam hozni a régi mestereket, akik már nagyon rég találkoztak ugye egymással is, illetve a fiatalokkal, nem tudom, szakmai okból is kifolyólag, illetve hát emberileg. Tehát a Kádár úgy mondván nagyon nincs utánpótlás, ebből kifolyólag, nem is tudom, csúnyán fogalmazva, egy kiharuló faj vagyunk. Ahhoz, hogy ne vesszen el végleg a szakma, tanulókra volna szükség. És ha akad is, az oktatáshoz elengedhetetlenül fontos, hogy azok, akik értik, tudják még a fogásokat, ott legyenek az oktatáson. Erre, mondja Várda Tibor, jó volt a találkozó, hiszen abban megállapodtak, szerepet vállalnának az udorlás kiképzésében. Az egykori bátaszéki kádárok emlékezete egészen biztosan fennmarad. Hogy a szakma megmarad-e, az a jövő kérdése. Székely Lázár bátaszéki fafaragó kiállítása nyílt meg a Petőfi Sándor művelődési házban. Lázár bácsi gyerekkora óta nagy barátságban van a fával, és saját bevallása szerint már mindent megfaragott, amire hivatott volt. Legutóbb szent képeket készített, ám a tárlatra ezúttal leginkább egy különleges technikával készült alkotásokat hozott. Az az igazság, hogy ezt a hordott falakton legelőször a faipari kádárkártyúvesznél 67-ben, akkor nyári szünetben ott dolgoztam, mint tanuló, az akkori elnök befogott, hogy kaptam egy ilyen rajzmintát, és a díszhordó már kész volt, és lerajzoltam, és akkor csinálgattam, és ott dolgoztam 2 hónapot, és akkor tanultam meg ez a kis csapokat esztergályozni, meg ilyesmit. Muszáj volt szót fogadni, mert a munkaidő alatt azt kell csinálni, amit a főnök parancsol. Székely Lázár egész családjában jelen volt a művészetekkel való kapcsolat. Lázár bácsi nagyapja József falván volt bognár, és szabad idejében fafaragással mulatta az időt. Nagybátyja kálvária képeket készített, míg az unoka testvére tányérfestő volt. 10 éves volt, amikor a nagybátyja a kezébe adta a szerszámokat, és azt mondta, tanulj és művészkedj. Nos, Lázár bácsi megfogadta a tanácsot, tanult és művészkedett szorgalmasan. Olyannyira, hogy mára már megszámlálhatatlan mennyiségű használati és dísztárgy került ki a kezei közül. A bátaszéki háza tele van saját alkotásaival, ahová rendszeresen érkeznek érdeklődők. Ezúttal a Petőfi Sándor művelődési ház vezetése is úgy gondolta, helyet ad Lázár bácsi alkotásainak. Pödör György az alkotó ember, aki farag, szívet, lelket vés a fába, kétkezesen kérgesül talán hiába. Életre kell a görcs, egy arccal majd kinő, a már belepszáradt és mulandó idő. Az idős fafaragó testvére Székely Rózsa lepte meg versével a családi hangulatú megnyitón. Lázár bácsi különleges technikával készült képei alkotják a kiállítás gerincét. Amikor beszélgetni kezdtünk, újra előkerült a családi legendárium a kezdetekről, meg arról, hogy a faragás csak hobbi, a megélhetést már régen se biztosította. Én eredetileg itt születtem Bátaszéken, ebben a 4. házban, csak a nagypapámnak a testvére volt fafaragó, és rám hagyta a szerszám készletet, és hogyha mit csináljak unalmamban, 12-3 éves voltam, nekiálltam faragni, sikerült egy-két kutya, meg egyéb ló, és akkor utána faiparihoz kerültem dolgozni, és ott a díszhordók elejét faragtam. És hát ebből nem lehet megélni, elmentem husziparihoz, hentesként dolgoztam, és ez a mostan nyugdíjasként, ez a mániám. Úgyhogy nagyon szeretek faragni. Most legutoljára a szentképekkel foglalkozok, de most a régi faragásaim az áttört minták mutatnak jobban, azért hoztam el, mert a szentképek azokon nagyon egyformák.
és egy téma, egy ház, és azt nem nagyon imádják a népek sem, inkább a különlegességeket, ilyen emléktárgyakat, meg díszdobozt, boltartót, díszhordót, kulacsot, ilyeneket csinálok mostanában. Lázár bácsi nem csak nevében székely, valóban az. Így aztán a székely kapunak, mint mindenkinek a népcsoportban, számára is különleges jelentősége van. Azt mondja, mindig céllal lát neki a munkának, nem csak úgy, majd csak lesz belőle valami módon. A székely kaput, ezt már terveztem 10 éve, és hát dolgoztam bele nagyon sokat, de közben jöttek ilyen a borosdoboz palagjak, meg ékszeres ládát, meg kisgyerek csüpőnek tartó dobozt. Hát muszáj volt azt közben-közben megcsinálnom. De nem úgy faragok, mint egy munkás, hogy 8 órában, hanem 1-2 órát délelőtt, délutáni órákban megint 1 órát faragok, 2-t. De nekem muszáj pihennem, mert én nagyon lustrofajta vagyok. Volt nekem egy nagyon picike székelykapum, gyerekkoromban csináltam, és elvitték Pestre, rokonokhoz ajándékba, és 20 évig vártam arra, hogy ebből legyen egy nagyobb székelykapu. Ad a kérdésre, hogy maradt-e még valami, amit eddig nem faragott meg, és érzi rá a készletést, rövid és egyértelmű válasz érkezett. Hát nincsen. Most úgy vagyok vele, 73 évesen, nem fejezem be, de ha találok valami olyat értékeset, akkor csinálok. Azért azt még hozzáteszi, hogy legutóbb nekiállt 3 elefántnak, és nagyon élvezte, kiállításra is eljutottak a jószágok, és gazdájuk is akadt. Egyelőre nem látszik az utódlás a családban, bár az alkotói hajlam tovább szállt, Lázár bácsi fia az ecsettel és a festővászonnal van barátságban. Azt is elmeséli, ő is szívesen festett volna, tanulta is a szakmát, csak akadt egy kis probléma, ő ugyanis szintévesztő, így aztán nehéz jó képet festeni. Így maradt a fa, meg a fafaragók is. Én úgy vagyok vele, van egy mondásom, hogy a fa akkor örül, hogyha én faragom, mert új életre kell, nem halt meg, és ezért szoktam olyan, hogy inkább ilyen mutatós képeket, szántás, vetés, meg ilyeneket faragok, lovat, meg hát mindenféle vadvisnak csináltam, akkor juhász, meg egyéb dolgokat. Ez az igazság, hogy nem csak tűzre való a fa, hanem ezt már az ősember korban is használták dísztárgynak. 2 hobbim van, mondja. A faragás a második, és nem találják ki, mi az első. Lázár bácsi megszállott fürdőző. Imád lubickolni, és minden lehetőséget megragad hobbija megélésére. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!